szél fújja, fújdogálja, harmad hajdogálja. A Kolompos Együttes egy magyar népzenei formáció, akik főként gyermekeknek muzsikálnak. Óvodákban, iskolákban, gyermektáncházakban ismertetik meg a kicsikkel a népzenét, néptáncot és a népszokásokat interaktívan, szórakoztató elemekkel fűszerezve. A napokban a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai utcai tagóvodájában tett látogatást az együttes a Komázó című rendezvényre. Az eseményről és a részletekről a tagóvoda vezetőjét kérdeztük. Komázó rendezvényt szerveztünk az összetartozás jegyében. A búzavirág koszorú, ma senki se szomorú, NTP tehetség 2330-as nyertes pályázattal. A mai napon a Madarász Imre Egyesített Óvoda összes tagóvodájából a tehetséggondozó műhelybe járó gyermekeket hívtuk meg vendégségbe. A Kádas György egymi általános iskolásokat is meghívtuk, mivel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, és a Református Általános Iskola és Talentum Óvodának az első osztálya is a vendégünk a mai napon. A tagóvoda vezetője hozzátette, hogy a Madarász Imre Egyesített Óvoda dolgozói a gyermekek és szüleik egy családot alkotnak, és nagyon fontos, hogy közös programokat szervezzenek számukra. Fontos számukra az összetartozás, az, hogy megismerjék egymást. A Csokonai utcai óvoda Nagy Jenőné az óvodai nevelés a művészetek eszközeivel programmal dolgozik, és ennek a programnak a program specifikuma volt a Komázó. Sajnos már csak a mi tagintézményünk dolgozik ezzel a művészeti programmal, ezért most intézményi szintre bővítettük ki a Komázót, ezért van most az összes 8 tagóvodánk itt velünk. Az esemény megnyitóján a tagintézmény vezetője köszöntötte a vendégeket, és Pánt Ildikó önkormányzati képviselőt is, akinek egy virágcsokrot is átnyújtott, megköszönve neki az eddigi segítségét. Ezt követően a Madarász Imre Egyesített Óvoda igazgatója, Balajtiné Sütő Margit mondott köszöntő beszédet. Nagyon fontos valóban intézményünk életében a néphagyomány ápolása, a hagyomány őrzés és azt, hogy ti ezt megtanuljátok, hogy a kolléganői mindezeket átadjátok nektek. És tulajdonképpen ez a mai nap, ez erről szól, arról, hogy együtt vagyunk, hogy összetartozunk, és azokat a régi szokásokat, népi hagyományokat, kézművességet fogtok most itt látni, ami nagyon fontos a mi városunknak az életében. Látom, hogy már nagyon izgatottak vagytok, és nem is arra vagytok kíváncsiak, hogy én itt állok és beszélek, hanem várjátok a Kolompos Együttest, várjátok, hogy milyen kézműves tevékenységek és milyen játékok várnak rátok, úgyhogy nem is húznám tovább a szót, de mielőtt még megnyitom a rendezvényt, engedjétek meg, hogy köszönetet mondjak a Csokonai utcai óvodának, az óvodának a nevelőközösségének, illetve a szülőknek, hiszen tudom, hogy nagyon sok szülő segített abban, hogy ez a mai nap itt legyen, létrejöjjön. Én köszönöm szépen, és kívánom azt, hogy nagyon jól érezzétek magatokat, nem csak ti gyerekek, hanem a vendégeink is, akik itt vannak, illetve kolléganőim is. A köszöntük után tehát a nap folytatásaként a Kolompos Népzenei Együttes adott műsort. Az eseményen különböző kézműves foglalkozásokon is részt vehettek a gyerekek. Jelen volt a rendezvényen a táncoló tulipán kunhímző csoport, az óvoda pedagógusok pedig gyöngyfűzéssel, karkötőkészítéssel, csillámtetoválással készültek a gyerekeknek.